Magdalena vagyok, ma Rosszkiből jöttem, tanár lennék, ha kell lennék a rendszernek, de miután egyenes a gerincem, és a lelkiismeretem szerint nem tudok tanítani, ezért általában kirúgnak. Iskolai könyvtárosként ellene mondtam annak, hogy egy gyereknek ne egy könyvet kölcsönözhessek, mert a protokoll minimum 5, és én legalább 3-at, egy prózát, egy verset és egy ismeretterjesztőt szeretnék adni neki. És azt mondta a főnököm, hogy egyet, és dönts el a gyerekünknek. És én úgy gondolom, hogy az eskümet arra tettem, hogy a gyerekeket okosítsam, és ne megfosszam a lehetőségtől, hanem gyarapítsam őket. Állás nélküli vagyok, de nem munkanélküli, 5 fiús anya. Fonyódról jöttem föl tegnap éjszaka, és lezárt ételem van, tehát nem folyamatos ételem, hanem lezárt ételem van, tehát nyugodtan hazolhatnék Fonyódon a kertben, de hát fontosnak tartottam, hogy itt legyen. A jogállami biztonságról szeretnék. Csak magamról. Amikor én diplomáztam, a pedagógus diploma egy adóász diploma volt, mehettünk közoktatásba, művelődési házba, ifjúsági házba, gyermekvédelembe, nyugdíjas otthonba, stb. Ma sehova máshova, mióta az EU-nak ezt a papírmániáját behozták, csak a mi szakképesítés oda bele van írva. Tehát én csak magyar-orosz hatos tanári állásra pályázhatok, ellen, mert például nincs odaírva, hogy szociális, ezért én nem mehetek el családvédő vagy családgondozónak. Az a 20 éves fiatal kislány, aki a szomszéd gyerekét is csak messziről szagolta, én fölneveltem már 57 évesen, én nem mehetek el családgondozónak. Mert ma a támogatások megvonásakor ne tőlem újabb szociális diplomát kérnének ehhez. Tehát nem kompetencia alapú, hanem papír alapú társadalomban vagyunk. Amikor én az 5 gyerekemet szültem, akkor még 60 év volt a nyugdíjkorhatár, az 5 gyerekre 3 év korkedvezményt adtak volna, ma itt állok 57 évesen, és miután pártunk és kormányunk az 5 gyerek utáni kedvezményt 1 évre levette, még 64 éves koromig dolgoznom kellene, holott én megbeszéltem magammal, hogy 57 évesen elmegyek nyugdíjba. Most 40 ezer az özvegyi nyugdíjam, mert özvegy vagyok, most már 3,5 éve, és a férjem 2011. november 16-án halt meg. Ez egy szerdai nap délután 5:30 volt, és én hétfőn mondtam el neki az akkori végtörlesztésnek a feltételeit. Nekünk Civil Generali kombihitelünk volt, és olyan aljas diktátumot küldött ki a generáli, hogy a végtörlesztés eleve olyan feltételhez kötötte, hogy minimum plusz 2 biztosítást ugye kössünk, ha mi szeretnénk végtörleszteni. Nyilván gyengyes szülési, egy keresett, nem a meggazdagodás időszaka volt. Azért kellett fölvennünk hitelt, mert egy ifjú nyíkhajtotálkáros törte a férjem alól az autót, és nem volt tartalékunk. 2,5 millió forintot vettünk föl, és úgy gondolom, hogy nem luxus, ha az ember tanítatni akarja a gyerekét, és kollégiumba akarja költöztetni, és nem kölcsön autóval. Az én férjem 5 gyerekes apa, tehát egy méter autó, hátul egy méter autó, fontos, hogy középen az ember megmaradjon, akármilyen barom is hajt bele. Tehát nem igaz, hogy luxusra vettük föl. Nem igazak a vádak, hogy felelőtlenül vettük föl. Ezt a szerződést én kötöttem pénzügyi tanácsadóként.
ami képzést mi kaptunk, soha semmilyen olyan kockázatra nem tanítottak meg bennünket a képzések során, amiről most beszélnek, hogy ez is jogellenes, ez is jogellenes, ez is jogellenes. Nem vagyok felelőtlen ember, és hogy nem, az biztosítja, hogy életbiztosításos fedezettel kötöttem a hitelt. A férjem meghalt, biztosító hitelt, és adósságom nincs, de páros is tovább. Én azt írtam a hirdetésre, hogy fotel és fész nem oldja meg a problémákat. Aki nem perel, az árt. Árt mindazoknak, akik küzdenek. Mert ha kevés az ellentmondó, akkor a kormány mondhatja, hogy a megmentettek jelentős százaléka egyetértéssel fogadja a megmentő csomagot. Még akkor is, hogyha ez nem adósmentő, hanem bankmentő csomag. Megjelent egy olyan, hogy mindenkinek, a 25 év összes politikusának teljes vagyonelkobzás. És akkor kapok egy kérdést, hogy nem túlzás egy kicsit? Én úgy gondolom, hogy nem túlzás. Akik kiszavaztak például a pártkatonasságból, mint például Ágyáról a Föld mentőtér, büntetést fizettek, ők mentességet élveznek, én megengedem. Én úgy gondolom, hogy aki kollaboráns, igenis bűnhődje. A 19 éves fiam nem tudom tovább támogatni. A 18 éves legkisebb most érettségizik. A két kicsit már nem mertem vállalni, hogy menjenek felsőoktatásba, holott rendkívül értelmesek, ott lenne a helyük. Kikért tőlük ezért bocsánatot? Elfogyott a levegőm, egy órára állásinterjúra megyek, elmegyek Németországba, bocsássátok meg nekem, elköszönni jöttem, mert nem tudok tovább itthon élni. Ha 5 évet Németországban még ledolgozok, van esélyem nyugdíjra, itthon már nincs. Úgyhogy azért mondtam el, hogy ne gondoljátok azt, hogy aki külföldön dolgozik, az gyávaságból ment el. Köszönöm nektek, és úgy gondolom, hogy az a magyar, akinek az unokája is magyar, és vissza fogok jönni, és tartsatok ki.